Sziasztok, Zozóka vagyok. Folytatom a Fable 2 végigjátszást. És hát kérdezhetitek sokan, vagy kevesen, vagy senki, hogy ugyan hova a francba tűnt el a Zozóka? Mivel játszott? Nem sokkal. Amivel esetleg játszottam, az az, hogy megvettem a Assassin's Creed 4, nem 5, 4, 4, 4 Black Flag-et, és azzal játszogattam egy kicsit. De igazából nem játszottam nagyon semmik játékkal, teljesen más vitte el az időm nagy részét. Oké, itt hagytuk abba, megérkeztünk Tölgymezőre, meg kellene keresni Tölgymezőn az apátot, amit... Aha, jól látom, erre kell menni. Amit most meg is fogok tenni, majd miután, ha ezt megtettem, és beszéltünk az apáttal is, meglátom, hogy mi lesz a következő feladat, vagy legalábbis merre, nem, köszi. Merre kellene tovább mennünk, tehát hogy halad tovább a játék, akkor inkább itt még körbenézek, és egy kicsit majd megnézem, hogy milyen munkákat lehet. Ó, látjátok? Na ő a vízköpő! Ők majd elég szépen jelzik majd nekünk, hogy hé, itt vagyok, te idióta! Találj meg! Nagyon jó pofák! Merre is kell menni? Közben nem figyelem, hogy merre kell menni. És nagyon jó. Annyira szép ez a grafika. Tehát igen, ez a meseszerű, ez nekem nagyon bejön. Nézzük csak! Nem! Itt most visszafele mutatja? Na most merre mutatja? Na most erre mutatja. Na jó, mindegy, nem tudom merre mutatja. Ott van egy felkiáltó jel. Oakfield is among the lushest regions of Albion. It owes its fertility to the extraordinary golden oak, which lives for only a few decades before producing a single golden acorn. The monks of the Temple of Light replant this acorn, and as the tree is reborn, so are all the lands and farms around. The abbot is quite nervous about this year's ritual. See what you can Aha, find out. Jó, tehát veszélyben a vidéknek a jóléte. No. Hoppá! Itt pedig gond van. Itt pedig a bogarak támadtak meg minket. Mit akartok ti bogarak tőlünk? Hát én egy hős vagyok. Nem, bocsánat. Így. Összegyűjtjük azt a kis XP-t, amit kaptunk a bogaraktól. Tehát mit akarnak tőlem a bogarak, hogy megtámadnak? Berém akarnak költözni, petézni? Fúj, de undorító, ez még kimondani is szörnyű. Tehát veszélyben a vidék jó léte. Ó, na hát ennél jobban el sem dughatták volna. Na, ez is kulcs. Nagyon helyes. Megnézem, hogy hát ha van... Tő és te ki vagy? Te mit csámborogsz itt egyes egyedül? Nézem azt, hogy van-e víz fodrozódás. De ha jól látom, nincsen. Tehát teljesen más dolgok vitték el az időm nagy részét. Egészen pontosan ugye ez a régi gépek project a fénytemploma. Vitte el az időm nagy részét, azokat próbálkoztam, tehát tulajdonképpen inkább retroztam magyarán. Erről, hogy miért nem készültek videók, hát ezek nagyon egyszerű, mert próbáltam. Ugyanis volt nekem egy régi CRT monitorom, és azt is próbáltam a régi játékok kapcsán, hogy ugye majd ezeket be tudjam mutatni, és próbáltam beállítani, és nem igazán jött össze. Tehát ugye a régi CRT monitorra... Yeah, igen, megérkezett a hős, így van, így van. Majd én megoldom a kis problémáitokat. Ugyanis hát a régi CRT monitorról nem lehet webkamerás, vagy bármilyen kamerás felvételt készíteni, ugyanis tudjátok, hogy az interferencia az bezavar. És ott már meg is dőlt ez a projekt. The sacred texts clearly say that only two monks may enter the cave. No one else. I'll not send my only child into unknown dangers without any protection. Nos, de megérkezett a hős. Ah, hello there, my child. I wonder... Brothers, leave us.
Let me take a look at you for a moment. Aha, itt vannak a testvérek. Haven. Quite imposing. But I can't send just anyone in there. Quite impressive, but... No, I think not. You look imposing, all right, but I can't entrust our community's survival to a complete stranger. Perhaps if you built up a reputation, I'd be more inclined to trust you. Yes. Rookridge has been having a horrible time with bandits lately. Why don't you go to the tavern and see if you can do anything about them? That would be a good start. The blessing must go forward if you're to find the pilgrim. You must gain the abbot's favor. Perhaps you can find a way to impress him in the town. Use your map to see where quests and jobs are. Okay. Tehát először az apátnak a jó indulatát kell megnyerni. Nem tudom, mit szólna hozzá, hogyha szépen itt hagynám faképnél, és akkor kereshet magának más hőst, mint hogy itt én itt a bizalmáért harcoljak. Na, de nem baj, hát nem vagyok én ilyen. Természetesen megtesszük, amit meg kell tenni. Hogy is kell térképet nézni? Oké. Your map can give you information about regions, points of interest, and much more. I suggest you look at your quests now. Kísérd el Hanat, az apát lányát a fényforrásához, de ez még nem ez lesz, ugye? Hanem ez lesz? Ez lesz, igen. Szeretnél elutazni homokhatyú területére? Ez van legközelebb a távoli híd küldetéshez, természetesen. Megcsinálom ezt a banditás küldetést, mert ez biztos, hogy akciódús lesz. Nézzük! Kutyát ideje megdicsérni. Gyere, évészt! Na, és kaptunk is egy szeret plusz egyet. Szuper! Ezt mondta az apát, hogy ha itt a fogadóhoz kell jönni, és meg kell nézni, hogy... No, mi? I mean, right after I bought the deeds too. Blam! Down it goes! Come on, Barnum, old boy. You'll think of something. If there's one thing you can do, it's cogitate on your feet. Like Uncle Phineas used to say, if life hands you a collapsed bridge, make bridge lemonade. Yeah, perhaps some sort of fly. Na jó, eleget hallgattuk. Tőle kapjuk meg a küldetést, azt a tiszti 100%. I'm sunk! Sunk! No. Nézzük csak, egészen pontosan mi a problématik. Well, wrap me in pigskin and call me a sausage. Look who it is! It's me, Barnum, from Bowerstone, remember? Oh, hogy nem emlékezni. You helped me with my picture-taking business. Voltunk, ugye? Not that it ever took off. Still gam-plussled about that one. Yes, those were good times. Most of them. Well, some. Look at you now, all grown up. A proper adventurer, too. I bet that sister of yours is very proud. Me, I'm in a bit of a custard right now, and it was all going so well. I made the deal of the century just the other day. This wonderfully strange fella sold me the bridge in Rookridge. Cost me every last piece of gold I had, but a thing like that pays for itself, what with all the trade tolls and everything. Only now, the bally thing's fallen to pieces, and no one can get close enough to reconstructify it. Bandits, you see? Bunch of sprockless rotters. Probably saw them on your way here. Keep popping up all over the place, they do. You couldn't give them a proper seeing to, could you? For old time's sakes? Oh, I'd be positively ambidextrous if you would. You could even have me old thesaurus. I know my heart now anyway. No, hát akkor elfogadjuk a küldetést. I'm ruined if my bridge doesn't get rebuilt. Won't be the first time, I can tell you. Nagyon jó üzleti érzéke van ennek a muksónak. Meg tisztítom.
Ugye a képkészítés, utána pedig vett egy hidat. Ja, mondjuk nem rossz, én mit vennék? Nem tudom. Nos! Tehát banditák. Nem tudom mennyit kell gyalogolni. Nem, remélem nem sokat. Vagy legalábbis elérek egy olyan helyszínt, ahol már ugye gyors utazást. Ő például, ha jól emlékszem, akkor például azt jelzi, hogy ajándékot szeretne nekünk adni. Nem tudunk itt valahol átugrani? De itt jó, oké. Nézzük csak. Vagy csak azt jelzi, hogy nem akar nekünk még ajándékot adni, de hajlandó lenne arra, hogy ajándékozzon nekünk. De ugye ahhoz valamit ott tenni kell neki. Nem arra gondolok egészen pontosan, tehát ugye el kell bűvölni valamivel. Vagy mi adunk először ajándékot, és akkor utána meg ő ad nekünk ajándékot. Igen, tehát ugye mi is adhatunk ajándékot. Bástyatető. Jó sokat szeretnék a játékkal játszani, amúgy is régen volt belőle videó. És ugye amúgy is hetente van belőle videó, tehát ha hetente egy. Tehát akit érdekel, az be tudja magának osztani. Nos! Banditák. Hol lesztek ti banditák? Ugye itt volt olyan rész, ha jól emlékszem, mert ugye erről jöttem, ha jól tudom, hogy így hirtelen megsoroztak a távolból. Na mindegy, nem tudom. Eltét, nézzük csak. Better tell the boss. Ne, nem kell szólni. Békességbe jöttünk. Aha, itt van, igen. Emlékszem erre a részre, ott volt lent a part, a hajó roncsokkal. Van itt valami érdekes? Nem, azt hiszem, mert múltkor is néztem, és itt pont nem volt semmi, és esik az eső. Fú, úristen gyerekek, mit szóltak ehhez az időhöz? Egy héten keresztül csak esett az eső szinte. Sőt, az még hagyján, hogy esett az eső, de olyan vihar volt. Egy némely területen, hogy csak na... Oké. Mi hál' Istennek itt nem volt nálunk olyan nagy vihar, mint ezen a környéken. No, nézzük! Eltér. Game! Aha. Gondoljátok, hogy itt távolban már lőttök el, igen? Majd te kaptok a pofátokra. Ne, inkább menjünk ahhoz, aki a... Nem, föntről lövöldöznek. Jó, gyorsan őket elintézzük. Ez. Mindent szétverünk! Na, gyerünk! Ez az! Szuper! Mindenki meghalt! A többi megsebesült. Aha, nézem, mindenkit levertem. Hát, nem erősek a banditák. Körbenézek a házban, vagyis hát a fogadóban. És megnézem, hogy... valahol felajánl, hogy át tudjam kutatni azt a bútor elemet, de úgy látom, nincs semmi. Van egy fogadónk. Elfoglaltunk egy fogadót, ott mintha lenne valami. Nem. Nincs semmi. Elfoglaltunk egy fogadót. Jó is az. Aha, itt van. Keres. Játék mackó. Annak ellenére, hogy a medvék nyilvánvalóan mesebeli lények, a gyerekek hisznek a valódi hisznek a létezésükben, mintha valódi lehetne bármi, ami ilyen aranyos és ölelnivaló. Szuper, ezt majd egy kisgyereknek oda tudjuk ajándékozni. Jól van. Erre mi van? Ó, egy láda. Szuper. Szundibab kávé ital, ha jól emlékszem, ezt már elolvastam. Igen. Emlékszem a puha testű szövegre. Itt valami esetleg? Szerintem semmi. Jó.
Igen, a fogadót, és megyünk tovább, és ott lesz a híd. The last idiot who tried to chase me went blue in the face and keeled over. And I was already miles away. I could shoot your smug mug all day long. Sorry, okay, Stan. Akkor nem is fogok veled foglalkozni. Előbb-utóbb utolérlek. A világ végéig elkergetlek, ha kell. Jó, nem nézek körül, mert erre a kihívásra ugye mindenféleképpen válaszolni kell. Még hogy én nem érem utol, persze. De előbb a kis buha banditákat legyőzöm. Adunk egy kis varázslást. Képányútra. Révész, jó lenne, ha nem a kincsel foglalkoznál, hanem segítenél legyőzni a banditákat, de hát én beszélhetek egy kutyának. Normál gyógyital, szerintem ezt is olvastam. Nem, szerintem nem. Cyanide fogyasztandó, ne lépje túl az ajánlott adagot, fogyasztása után ne próbáljon nehéz fegyverzetet működtetni, ha a fájdalom nem múlik el, vásároljon még több gyógyitalt. Nem rémlik ez. Ó, kutyafalat! Igen. Kutyusunknak majd tudunk adni kutyafalatot. Ugye gyógyul is tőle, illetve jobb kedve lesz neki-e. Mond, körbenézünk itt a házikóban. Kincs! És hol van a kincs? Te kis kincs. Játék, ló! Azoknak, akiknek nincs elég pénzük, hogy egy pónilovat vegyenek a gyermeküknek, ez is megteszi. Oké, szuper. Na, hol vesz? Akkor vezess, révészt mutasd. Aha, ott van például. Egy ezüst kulcs. Így van, szuper. Azért annyira nem szabad rohanni. Aha, itt is lesz egy kincs. De ez kincses, vagyis egy ezüst kulcsos láda, 15. Biztos, hogy még nincs anyunk annyi. Igen. Nem is tudom, mennyi lehet, 5 vagy 6. Lassan most már megnézem, valahol meg lehet nézni természetesen. Hoppá! Üdös banda! Hopp. Hát ilyen szerint jelezte, hogy megsérültem, gyorsan benyújtam egy italt. Tök jó amúgy a játéknak ez a mechanikája, hogy nem tudod véletlenül elfogyasztani az italt, hanem amikor éppen sérült, akkor berakja abban a D-padnak valamelyik irányába, úgy itt általában bal volt. Na már megint a kis butának a hangját hallom. Hú, ez itt jó sok bandita lesz. Aha, jó van, akkor elég volt, köszönjük szépen. Gardal azért mégiscsak könnyebb leverni ezeket a banditákat. Még a banditákat se lehet komolyan venni. Olyan kis bénák és buták. Ez szuper. Tűz tovább. Lassan meg kellene... arra mutatja, hogy menjek, de... Én... Ja, nem, bocsánat, akkor menedik tovább, oké. Úgyis lesz még idő. Tehát tényleg egy helyszínt többször be fogunk járni. Na már megint dumál ez a félkegyelmű. Előbb-utóbb úgyis utolél lesz a kis kutus, a kis szélvész. Nekem ugye pedig orkán a jelem, az orkán pedig mindenféleképpen gyorsabb, mint a szélvész. Szélvész. Tényleg a szélvész, tehát ez mi olyan, mint a szél, nem olyan gyors, hát az orkán az mindenféleképpen gyorsabb, mint a szél. Bár. Jól van, most már gyere ide, aztán
Eleget dumáltál. Well done. Jaj, de jó volt, ennek örülök. Küldetések. Jó, oké, majd visszamegyek most először, körbenézek, mert látom, hogy van ott egy... Láda! De ezt tetszett, hogy egy nyílvesző, aztán már kész is. Péntzes zsák. Szuper. Bandita fejkendő. No, nézzük. Semmi sem kell olyan rémületet, mint egy részben fedett arc. A banditák sosem hagyják el enélkül a tábort. Bandita ing. Csupa bandita. Senki nem tudja, hogy a banditák hol vásárolják a ruháikat, de valószínű, hogy ők maguk szabják és varják őket, amikor senki sem figyel rájuk. Az ing szabás mintája valószínűleg a havi gonosz ruhakészítésben jelent meg. Nagyon hülye vagy. Bandita nadrág. Senki sem nem tudja, hogy a banditák hol vár... Igen. Csoda, hogy ez a nadrág nem szakadt el első adandó alkalommal. Jól van. És még van kincs? Révész? Embereld meg magad. Szóval az nagyon tetszett, hogy így egy... nyíl lövés és ennek a szélvésznek ennek vége lett. Egy kicsit visszanézek. Gyalog. Ezt ki tudom már nyitni? Nem? Aha. Ezt még nem. Tehát, hogy egy kicsit szeretnék körbenézni. Hát, ha lesz valami érdekesség. Arra nem lehet menni szerintem, de megnézem, hogy hát, ha lesz itt valami átvizsgálható tárgyacska. Na jó van, szerintem ennyi. Küldetések. Nyűgözd le az apátot. Hol van? Túl távol. Tér vissza Bramhoz. Utazás. Igen. No, és akkor így legalább egy kis időt spórolok meg. Mit mondottam volt, úgyis még be lesz járva ez a terület. És így legalább haladunk egy kicsit a küldetéssel. Legalábbis egészen addig, tehát tényleg addig nincs értelme bejárni alaposan a területet, amit meg nem kapom azt a lehetőséget, hogy ezeket a vízköpőket föl nem tudom deríteni. Onnantól kezdve viszont már tényleg alaposan kell bejárni a területet. Mert ugye a vízköpők azoknak a megtalálása az nagyon fontos lesz. Na nézzük, hol leszel? Itt leszel? Itt leszel, ugye? Igen, ez az. Ah, the hero returns! Na. A stupendous success! Jolly well done! Of course, turns out those deeds weren't entirely genuine, so the toll thing isn't going to work out quite as planified. Still, at least it's not me who has to rebuild the bridge now. Okay, so I might be broke, but I'll bounce back. Always do! Anyway, here's my trusty thesaurus, as promised. You never know when you'll be caught in a lexicological quandary. Szózavarba. Ez pedig nekünk nagyon fontos. Na nézzük csak! Túl távoli híd, legyőzte Célvész bűnbandáját, most már újjá lehet építeni a bácsa tetői hidat, ami lehetővé teszi, hogy visszatér Lugaskőre. Szuper! Hírnév pontok 250, Célvész szemüvege Barnum Lexona. Lexikonja, bocsánat. Tartalom mentése. Meg is nézem, hogy mik ezek a dolgok. Thanks to you, the way to Bowerstone is now open again. Még 148 hírnév kell, hogy lenyűgözd az apátot. Oké, szuper. You're almost famous enough. Most már majdnem elég híres vagy, de még messze nem elég. Nézzük csak. Megint ott van valami kis küldetések. Hó, 7. A rituálé, ugye még mindig kell. Ezt még nem csinálom meg. Használd a hőgömböt? Hógömböt. Árnyak temploma, juss be az árnyak templomába. Ez még ugye most nem. Hírnév jutalom 100. Segíts Albion első számú régészének ősítenek fel minden egyes megtaláltató tovább növelhetett hírnevedet. Egy tölgymezői szobrász új modellt keres, ha szobrokat készítesz magadról, növelheted a hírnevedet. Melyiket csináljon meg? Ő még biztos, hogy nem ő lesz az.
De azért nem akarom ezt a hógömböt megcsinálni, ugyanis amikor megvettem, na közben azért meg sétálok, jó? Mert nem akarok itt a menüben dumálgatni nektek. Hogy amikor ugye megvettem én annó a játékot, először, ugye ez... Szuper. Jó van. Tehát, hogy akkor még ugye messze nem voltak DLC-k a játékhoz. És amikor most ugye újra megvettem a játékot, hát és ugye a Xbox 360-at, akkor természetesen én gyorsan meg is néztem a játékot, mert ugye ez már az a változat, amely... No, csapos. Nézzük tök... Ja, nem ellop, Isten ments. Nem. Elég volt. Nem vagyunk lopkodós fajta. Nézzük meg, mit lehet. Semmi igazán fontos, ami most nagyon nekünk nélkülözhető lenne. Na, tehát hogy akkor természetesen... Aha, itt van, nézzétek csak! No, ezt meg is nézzük. Itt ezeken az ilyen kis emelvényeken, pulpitosokon, mit tudom én, szobortalapzatokon lehet ezt a küldetést csinálgatni. Nos, tehát hogy megvettem ugye ezt a változatot, amiben benne vannak integrálva ugye ez a DLC-k, és én emlékszem, hogy egyből néztem ezt a hógombos küldetést, de nehéz volt. És ezért nem akarok most... igen? Jó, oké. Na de... hogy hozzá kell menni? Nem, ő fegyverkereskedő. Na, de az előbb aktív volt, akkor most miért nem? Nem, hogy kell a kardot elragni? Nem így, bocsánat. Így, jól van. Oké, semmi baj, polgárok. Semmi baj, mindenki összekaklálta magát. Jól van, na. De az most miért nem akar jó lenni? Előbb ott volt, hogy zöld volt. Ingatlan megvizsgálása nem. Na, megnézem gyorsan ezt a küldetésekbe. Küldetések. Hol van? Szobrász. Egy tömbmézi szobrász új modellt keres, a szobrokat két növeleted. Útvonal beállítása és utazás. Igen. Igen. Mert igen, tehát arra emlékeztem, hogy... De nem, hát ide jöttem. Itt vagyok. Itt van az hülye szobortalapzat. Most miért nem tud ez aktív... Ja nem, bocsánat. Aha. Ruhakereskedő. Megnézzük, milyen ruháik vannak. Hát, ha van valami használható. Tárgyvásárlás. Ja nem, bocsánat. Kondom. Igen, az nagyon fontos. Ruhavásárlás. Szerzetes együgyű kalap. Jól van. Erdőjáró kabát. Ho-ho-ho, erdőjáró kabát. Mennyibe kerül? 200? Nem, 185. Ha jól látom. De nem kell nekünk erdőjáró kabát. Valami sokkal komolyabbra gondoltam. Mit is akartam mondani? Igen, tehát hogy nem mindegyik talapzatot lehet egyből használni emlékeim szerint, hanem van ennek valami folyamata. Ha jól emlékszem. És azért nem véletlenül mutatja ezt, hogy most hova kell menni. Vagy az... Ja nem, bocsánat, aktiválni kellett szerintem, de mindig a szobrászhoz kell jönni. Nem emlékszem, na majd mindjárt úgyis meglátjuk, fiúk, lányok. Oké. Modellt állsz a szobrásznak? Igen. Szuper. Milyen legyen? Mondjuk, legyen ilyen. És ugye nagyon figyelni kell arra... Ez az! Jaj, akkor még túl hamar. Pedig már azt hittem, hogy már zöld volt, és akkor már el lehet engedni, de nem. Oké, na, akkor nézzük még egyszer. De nem! Ennél tovább nem tudom tartani. Most megint a zöldbe. Ez mi ez? Yes, your technique is astounding.
Fantastic! I hope you can sustain this performance. Úristen! How perfectly statuesque! Keep it up! I have never seen such modeling. Just a bit longer. Oh, you have Úristen. Snatched a moment at... Oh, we are aiming. Áj, nem jó, nem lett jó. And you are giving me mundane. Basszus. Never mind. It shall have to do. Világ nem várna tovább a mindenre. Ó, ez nagyon nehéz, ezt utáltam, ezt kimondottan utáltam. Hamarosan felejtek törgymezőn rólad készült szobrot. Ha a világban másút üres talpazatot találsz, akkor több példán is megrendelheted a szobrodat. Na így van, akkor ez az, jó. Oké, és ugye gyönyörű szobrot készítettünk, mert ilyen koldulás, vagy milyen hírnév 10. Hát ez nem sok. If it's a success, perhaps you can model for me again someday. Ugrik. Lehet... Nem, most nem lehet. Oké, kincs. Ez nagyon nehéz, ezt mindig utáltam, hogy... tehát nagyon nehéz eltalálni, hogy mikor engedem el a gombot, és ugye meg kell nyomni még az alt is. De hol van Révész? Tehát... akkor mutat... Aha, itt van, jól van, okos. Jól van, ügyes kutya vagy. Igaz, hogy én találtam meg, de mindig. Na jó, de ő jelezte, hogy van. Én meg kiszagoltam. Esküvői harangok. A könyv ahhoz a tanácsokat, hogyan érhetjük el, hogy valaki igent mondjon nekünk. Azt javasolja, hogy ismerjük meg vágyaink tárgyát. Hogy jobban elő tudjuk adni kedvenc romantikus kifejezéseit, meglephessük őt kedvenc ajándékaival, és kedvenc helyére vihessük őt randevúzni. A túlzott erőszakosság azonban unalmassá teheti a közeledést, ezért ne legyünk túl buzgók az udvarlásban. Szuper! Jól van. Frissen szedett virág. Tavasz illata van, de valószínűleg nem fog pár napnál tovább tartani. Oké. Minőségi gyűrű. Talán nem a legértékesebb alapanyagokból készült, de többnyire sikeres. Ez már volt. Oké. Nos. Akkor még mindig kell... Igen, tehát ez egy kimondottan nehéz feladat, ez a szobor készítés. Persze így is úgy is elkészíti, de... tehát egész odáig nyomva kell tartani. Ott volt egy kis grafikai bug. Ameddig ő nem mondja, és hát ez a lehető legkisebb sajnos. És ott meg nagyon nehéz már nekem eltalálni, hogy... hogy mikor engedjem el. Valami jó kis küldetést kellene találni. Juss be az árnyok templomába. De ez úgy emlékszem, hogy nem ír ezt, hogy azt, hogy mennyi küldetéspontot kapok, hogy ez valami másra vonatkozik, én úgy emlékszem. Míg a halál ellen választ. Archeológus. Nézzük meg ezt, jó? Küldetés beállítani célpontként? Igen. Jobban meg kell ismernünk a világot, nem baj. Oké, de akkor már be van állítva. Nézzük csak. Meg kell, hogy jelenjen nem sokára ez a sárga, ez az. Kis foszforeszkáló vonalacska, és akkor azt kell követnünk. Kígyózó vonalacska. Oké. Mennyi időn járok? 33 perc, ugye, mint mondtam, hogy ennél egyáltalán nem ragaszkodom, hogy ilyen félperces videók legyenek. Nem veszek fegyvert sem, mert tehát elég jó fegyvereim vannak még most, tehát nem volt gond a banditák legyőzésével. Feleslegesen a pénzt nem akarom szórni, mert a legfontosabb az majd, nekem is, hát... úgy tudunk majd több pénzt ugye fialni, úgymond, hogy szépen ingatlanokat kezdek el vásárolni, és mielőtt még folytatnám a küldetést, megnézem ezt a favágást. Jó, fiúk, lányok, munka elvállalása. Oké, és mindjárt megnézem, hogy... aha, itt minél hamarabb itt is el kell nyomni a gombocskát. Ez az. Hát ezt most egy kicsit végig fogjátok nézni. Legalábbis az, hogy lássátok, hogy ugye ez a favágás munka, ez miből áll. Nem tűnik nehéznek, de nem tudom, hogy mennyit fizet, ugye. Majd meg kell nézni, mert nem mindegyik munka fizet azonos értéket. Tehát nem mindegyik munka azonos.
Mennyi aranyat kapok érte? 3 arany, hát igen, elég kevés. Míg ugye a kovácsolásért természetesen ugye sokkal több aranyat kapok. És ugye az sem nehéz, tehát hogyha az ember ráfekszik, és kimaxolja a maximális szintet, akkor azért elég szépen lehet vele keresni. Jól van, révész, mindjárt megyünk. Mennyi kell az előléptetéshez? 65. Ó, hát ezt már megvárom mindenféleképpen. Szuper. De ugye ez sem nehéz, és igazából el lehet vele szórakozni, már aki ugye szeretné kimaxolni a játékot, tudom, hogy unalmas, de hát pont, hogy ezek a kimaxolások erről szólnak, hogy ezeket az unalmas feladatokat is meg kell csinálnunk. Hogy ugye megkapjuk a játékban elérhető, ugye most már nem 1000 gamer score pontot, hanem ugye most már többet, mert ugye a DLC-k is beleszámítanak a játékban, bátékban. Megvan már? Még nincs. Ó, basszus, éppen hogy megvolt. Szuper. Nem baj, ezt már megvárjátok. Igen, látjátok, nagyon kevés arany gyűlik így. Na, most már nem sokára meg lesz. 9, na még egy. Egyetlen egy csapás, és megkaptuk az előléptetést, szuper. És akkor ki is lépünk belőle. Na, a második szintű favágó lettem. Szuper. Megkeresett arany, 100 arany, leghosszabb sorozat, az is megvolt. Összes megkeresett arany, és majd a következő leléptetéshez 800 arany kell. Jaj. Nos, akkor megyünk tovább. Igen, tehát tényleg most ez egy kötetlen videó lesz. Nem fogok itt 30 perc, meg 40 percekre hagyatkozni. Simán 51 óra. Tehát, hogy 50 perc, illetve 1 óra, igen. 50 perc, és akkor 60 perc. Jaj, már legyünk következetesek, ha már percekről beszélek. Mert ugye 1 óra az 60 perc, ha valaki nem tudná. Bás a tető, ó, még mindig. Hopp, te ki vagy? Ó, Banditos! Itt vagyok, Banditos! Ez az! Így. Lassan meg kellene már azt néznem, hogy... Révész? Lehet, Révész még elég jókedvű, oké. Hogy... hogy állok a szintlépésekkel? Na jó, majd. Most úgyse lesz olyan veszélyes, tehát nem lesz olyan veszélyes szituáció. Hoppá, Rézi! Hát ti kik vagytok? Ronda vagy minden esetre. Manok. A manok nem csak barlangban vannak. Ezt nézzétek meg? Milyen állat? Halottnak teteti magát. Annyira jó pofa! Annyira jó pofa! Ott vagy még, tudom, te kis szar! Nem, akkor meghalt. Biztos, hogy meghalt? Te kis szemét. Szóval annyira jó pofa, hogy ilyen halottnak teteti magát. Aj, de jó kis. Na jó, az eső viszont meg már elállhatna. Ott is már ilyen egy héten keresztül fog esni az eső. Mint ugye nálunk. Ó, itt van ez a... démon kapu. Fú. Pillanat. Ha már itt vagyok, srácok. Képességek, fegyverek, ruházat. Képességek. Ügyesség, mágia. Nem, ez nem erre gondoltam. Küldetésekbe lesz. Nem, abba sem. Akkor pedig csak a képességeknél lesz. De nem, ott se. Napló, beállítások, menjünk csak vissza. Nem, itt se. Beszélj az archeológussal, mindjárt. Ő volt az, aki kutyatrükköket ugye akart. It does know how to do things, doesn't it? Jó, édes mamádon. Oké.
Tehát, ugye úgy kell a kutyusnak a trükkét elővarázsolnom, hogy... Ugye itt különféle pózolásokat hajtok végre. Na de most... most no miért nem jön elő? Akkor jövően veszekszik. De nem, 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 tehát jöjjön elő a menü, hogy... Na, gyerünk már. Vagy akkor oda kell állnom hozzá? Hogy? Na, ott van mégre... Nem, 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 tehát az én... Nothing like the simplistic pleasure of a dumb animal demeaning himself for my amusement. More. Nem csak nyisd ki a kapudat, aztán utána már el vagy felejtve. Ja, itt van, bocsánat. Oké. Vicces. Ha jól tudom... Ha jól tudom, az egyik kutya trükköt, ezzel tudom előcsalni. Ez az. Igen. A másikat... A másikat az a baj, hogy nem tudom. Szociális és... Felfelé mutató hüvelykúr. Ezt tényleg majd meg kéne most már néznem. Nem. Kacér, kacér? Hősi eszponz. Aj, még el is rontottam. A francba. Na jó van, majd visszajövünk ide. Meg kell majd néznem, hogy a kutyus milyen trükköket tud. Aztán jól tudom, kettőt tud. És az lehet, hogy még kevés is lesz arra, hogy ezt a démon kaput kinyissam. De... Tehát most már tényleg... Aha, aha, gyertek csak! Megízlelitek a veszélyes nyitiskámat! És kardomat! Ez az! Megdöböltünk? És te? Meg egy kis varázsban! Ez az. Szuper. Na most már tényleg megnézem, hogy hogy állok. Megengedheted magadnak sok. Azt mindenféleképpen akarom növelni, ugyanis a sok az nagyon jó. Legalábbis a... A előző végigjátszásom alkalmából én nagyon szerettem. Jó, nincs több tapasztalatom. Mágia, ügyesség és erő. Nézzük az ügyességi stílusok. Pontosság, pillanat. Első szint tanulása, most az pontosság első szint, sebzés 1,25, szint tanulása mínusz 600. Pillanat. Jaj, most már nem tudok visszalépni. Nézzük csak meg. Vetődés, nem. Az a szint kell majd, amikor már tudok célozni. Erőre is rakjunk valamit. Fizikum és szívóság. Oké, ez mindenféleképpen kell. Jó. Ez mi is az a blokkolás, de ha jól tudom, nem nekem kell tanulni, hanem ő automatikusan csinálja. Ez az. Mi van még? Ügyességben, ügyességi stílusok legyen. Vetődés. Ó, na ez viszont hasznos, bizony, igen, tehát tudunk vetődni. Jó. Szóké, ez zsoké. Nos. Tehát, hogy most már tudunk majd vetődni. Az jó lesz majd.
egy-két szituációba. Tehát könnyűnek tűnik így most a harc, de azért, hogyha például meg elkezdeném azt a hógömbös küldetést, akkor... Na gyertek csak! Aha, itt van a vetődés. Tehát, hogyha elvállalnám azt a küldetést, azért ott már azért lennének kemény ellenfelek. Nehogy azt így bárki is, hogy annyira leányálom a játéknak a... Hoppá! Itt viszont van egy feladatunk. Látjátok? Nos. Na nézzük. Míg a halál el nem válasz. Választ. Are you looking at me? You, can you see me? Oh, finally. I've been wandering this place so long. So lost, so angry. I need to find peace. I need to find justice. Maybe you can help me. You have no idea what I've suffered. The pain that still keeps me in this world. I was going to get married, you know, to Alex, the prettiest girl in town. We spent so long planning the wedding, picking out the flowers, choosing the food, the music, the words we'd speak. And then the big day came, and... And she didn't show up. Please, you're the only one who can bring me justice. I want her to feel what I felt that day. The pain, the humiliation. I want her heart to shatter in so many pieces, she can't go on living. Oké, elfogadjuk a küldetést, ez egy nagyon érdekes. Yes. Excellent. It won't be easy. Again. You'll have to make her fall in love with you utterly and completely. Then, when she's ready to accept your proposal, when she can't imagine her life without you, give her this. Visszautasító üzenet. Ez egy nagyon érdekes küldetés. Kedves Alex, ideje, hogy megtud az igazságot. Nem szeretlek. Sosem szeretlek. Mindez csupán játék volt számomra. Üres vagy és hamis. És remélem, soha nem fogsz átalálni a boldogság leghalványabb sugarára sem ebben az életben. Tehát... hát ez lényegre törő. Nem túl hosszú és lényegre törő. Nagyon. I am incorporeal, after all. Which makes it all the more impressive that I managed to get this, too. Esküvői harangok, ez mi is? A könyv... javasoljon, ismerjük. Ja, igen, ezt már elolvastam. Jó. Eltétel. In case you need the help, or no idea. A csábítás művészete, nézzük csak. Ez egy kifejezés kézikönyv, tanulja meg Albion legjobb szeretőinek kifinomult trükkjeit. A csábítás kifejezés megtanulásához használható. Szuper. Oké, menjek a lugaskői piacra, és ez mi is? Olvas. Óvakodj a kísértettől. Köszi, jókor szólsz. Nos, tehát eldönthetjük, hogy mit csinálunk ezzel a küldetéssel. De egyelőre még nem ott tartunk, és valószínűleg, hogy ugye átrakta ezt küldetésnek, és vissza szeretném rakni az archeológust. Ez az. Oké. Ugyanis hát azt kezdtem el, és ez az Alex féle küldetés, ez igencsak ráér. Mennyi időnél tartok? Most már lényegtelen, elmegyek az archeológushoz. És majd ott lesz vége a videónak, illetve hát nem pont előtte, hanem természetesen beszélünk vele.
Már mehettem volna erre is. Hopp, ez mi? Már megint lőnek rám. Hol? Aha, ott fönt. Na jó, hozzátok, majd visszatérünk. Ott ijedtem meg egyszer, ugye, nagyon. Nem tudom, hogy mondjuk a gyors utazást miért nem engedélyeztem, mert legalább ideig eljöhettem volna, és akkor egy kis időt spórolok meg. Habár lehet, hogy a kísértet miatt meg azért mégiscsak jó, hogyha... Igen, itt leselkedtek. Ez így nem jó, ám. A fa belelóg a... kamerába. Na nézzük! Amúgy is túl sötét vagy, adjunk egy kis... Felvinnyalózást. Az Jézusom. Na jól van. Megengedheted magadnak, pengék. Nem. Nekem nagyon tetszik. Jobb kincs, oké. Révész. És hol? A halátom ott van. Nem tudok arra menni? Nem, oké. Akkor körbe kell menni. Mit is akartam mondani? Igen, tehát hogy igazából felesleges ez a sok. Erre ezt érdemes minél hamarabb kimaxolni, mert nekem ez a kedvencem. Persze nem akarom senkire ráerőltetni. Jaj, révész! 5. De van már 5. Ja, igen, persze. 5 vagy 6. Ez is kúszunk, már biztos, hogy van. Ezt ugye múltkor nem tudtuk kinyitni. Szuper! Rubin! Ez a ritka drága kő nagyszerű romantikus ajándék lehet. Köszönjük szépen! Hát inkább valami jó fegyvere. Na, révész, gyere ide! Na, úgy, szeretgessük meg révészt. Már rég kapott szeretgetést. Jól van, révész, ügyes vagy. Találtál nekünk, jelezted nekünk, hogy itt van ez a láda, amit nem tudtam kinyitni. És most ki tudom nyitni. Ő mi is? Nem arra kell fele kell menni? Nézzük már meg, bocsánat, de én tényleg úgy emlékszem, hogy... Archeológus. Nem. Hát akkor mindenféleképpen ezt a vonalat kell követni, mert én úgy emlékszem, hogy ott lesz az archeológus. Nézzétek ott fönt. De aztán lehet, hogy persze rosszul emlékszem. Hát ugye simán elképzelhető, vagy másik irányból kell megközelíteni. De itt tényleg most már... Addig megyek, ameddig el nem érem azt az archeológust, és beszélni, mert beszéltem vele. Na. Bra. Még fölveszek majd két videót szerdára. Ugye ez a... Mi van most? Ez a holnapi nap lesz, bizonyám. Tehát holnapi nap 3 videó lesz összesen. Ő mi is? 5. Akkor 5 is ki tudom nyitni. Jó van, szuper. Hogy mégpedig az elmaradásaimat kell pótolnom, amivel nagyon sokat próbálkoztam. Pénzezsák. Ó, 2500 arany, szuper. Most már nagyon lassan tudok majd venni házat. Merre felé kell mennem? Aha, arra. Nagyon sokat próbálkoztam, hogy ezt az elmaradásomat pótoljam. Ugye egészen pontosan az 576 kilobájt átlapozásáról volt szó, ahol a Formula One Grand Prix, illetve a Vroom nevezetű játékot szerettem volna nektek bemutatni. Megnézem, hogy mennyi aranyam van. Küldetések és térkép. 2000-re egyszer át, ez még borzalmasan nem elég, hogy én vegyek egy házat. Jó, tehát még kell egy kis gyűjtögetés. Nézzük meg azért, hogy mennyibe kerülnek itt a ingatlan árak? Mennyi az ára? Ugye attól függ persze, hogy hol vásároljuk meg. Például őt már lassan megvehetném, de csak nagyon lassan. Mert olyan 8000 forint, vagy mennyi volt? Fegyverkovács, főzetárus. Nem tudom, hogy mennyi tárgyvásárlás. Gyermek, normál gyógyital. Mennyibe kerül? Jó, veszünk mindenféleképpen. Feltámasztó fiolát is veszünk, ő pedig... Nem veszünk. Amúgy is könnyű egy kicsit a játék. Most ilyennel nem akarom még magamat égetni. Hát, hogyha meghalok, akkor nagyon ügyesnek kell lennem ahhoz, hogy én meghalljak.
Nos, miről is beszéltem? Ja igen, tehát, hogy nagyon sokat próbál, ugyanis az a két, illetve nem, egészen pontosan a Formula One Grand Prix. Sajnos nagyon csúnyán öregedett meg, és ezek a mostani emulátorokon és monitorokon nagyon brondán néz ki. És nagyon sokat próbálkoztam azzal, hogy tudnám nektek a lehető legjobban bemutatni azt a játékot, és ezért volt nekem egy régi CL, tehát megvan még volt, bocsánat, tehát megvan még a régi CRT monitorom, és igyekeztem azt beállítani, és jól is mutat rajtam, tehát én azt mondom, hogyha valaki emulátorozni akar, és van a tulajdonában egy régi CRT monitor, akkor azt rakja be akár második monitorként a gépe mellé, vagy akkor, ha van rá lehetősége, akkor egy külön gépet ugye fölépítsen arra, hogy akkor na, az egy emulátoros gép eszék, akkor azt ráköti a CRT monitor. Mert ugyanis, opá, naj basszus, révész, előbb is szólhattál volna. Na jó, ma megnézzük. Hogy az a legjobb. De viszont arról nem tudok egyszerűen felvételt csinálni. Na most természetesen, hogyha ugye ezt a... hogy nevezik? Jaj, amivel szoktam, hogy Avermedia. Ha azt beállítom, akkor igazából teljesen tök mindegy, hogy min keresztül veszem azt föl, ugye? Jó, persze nem teljesen tök mindegy, de ugye arról a CRT monitorokról nem lehet jó kamerás felvételt készíteni, ugyanis hát az interferencia az mindenféleképpen meglátszik a kamerákon. Na most, révész, merre van? Vezess! Az a baj, hogyha arra megyek tovább, pedig arra van, csak félek, hogy nehogy átvegye a játék az irányítást, nem jól alakja. Szuper, mit találtál nekünk, révész? Ó, egy ez is kulcsos ládát, és azt ki is tudom nyitni, mivel 5000 kulcs kell hozzá. Jól van, révész, ügyes vagy. Ezért megérte visszajönni. Életitala, hoppá! Ezen élethosszabbító főzet receptét ókirálysági alkimisták dolgozták ki, ugyanaz a csoport, akik állítólag az örök titkát is felfedezték. Manapság már kevesen rendelkeznek a sikeres elkészítéséhez szükséges tudással és készségekkel. Szuper, jó van, révész, ügyes voltál. Nem, itt nincs, oké. Tehát, hogy nagyon sokat próbálkoztam ezzel, mert, tehát tényleg, az, hogy mutatok nektek egy régi játékot, és tulajdonképpen olyan recés és kockás a grafikájon, annak semmi értelme nincs. És az a CRT monitor az nem vált be. Próbáltam még az, hogy tényleg akkor ugye vettem egy ilyen kisebb monitort, egy ilyen kicsit jó, úgynevezett jobb képes. Ó, tényleg itt lesz a most már emlékszem, ő egy hölgy lesz. Az a küldetés az más lesz. No, nézzük csak. Oh, I suppose you want to know who I am. People are so conventional in this particular era. My name is Belle, and I'm Albion's foremost archaeologist, okay? Now, will you embark on marvelous adventures in search of ancient artifacts or not? Mindenféleképpen belevágunk. Is there any greater gift to humanity than digging up old things nobody cares about? Oh, what an ignorant time we live in. Good, I've written down the details for you. Információ, nézzük meg! Kutatásai meggyőzően bizonyítják, hogy az első tárgy valahol az óvárosban van elrejtve. Szuper! Oda kell majd mennünk, ilyen egyszerű. Tanulmányoz bele feljegyzéseit, hogy meg tud találni a leletet. Tehát még nem is egyszerű, nem is olyan, hogy na akkor gyere ide, menj oda, és akkor mutatja. Egy kicsit nyomozgatnunk kell, nagyon jó. Oké, fiúk, lányok. És akkor itt lesz vége a videónak. Hát már ideje is, mert szinte hajszán pontosan egy órás lesz ez a videó. Na, és akkor be is fejezem azt az eszmefuttatásomat, hogy most miket próbálkoztam én. Akit érdekel, hogy még milyen utat jártam be, az majd nézze meg a Formula One Grand Prix videómat is a játékról, és akkor ott esetleg még tudok beszélni erről. Jó, fiúk, lányok! És akkor... mentés. Mentés és kilépés. Igen. Hát ez egy órás videó lett, ahogy nézem.
szinte hajszál pontosan. Oké, ja, ezt meg kell mondani. Jó, nyomni. Oké, fiúk, lányok, akkor én elköszönök. Remélem tetszett ez a jó hosszú Fable 2 rész. Én szívesen játszok a játékkal, mert... És ez tényleg, tehát egy ilyen szerepjáték, vagy RPG, vagy bármilyen játékra valami nevezzük, egy ilyen 30 perces részeket, hát szinte alig lehet belőle mutatni valamit. Ugye? Nos, tehát akkor köszönöm szépen a figyelmet, jók legyetek, vigyázzatok magatokra, sziasztok!